100%-ra vizsgált? Hát én sem vagyok tökéletes, én sem vagyok 100%-os. Tehát ő se 100%-ra vizsgázott le. És ha nem 100%-ra vizsgázott le, akkor ő se tájékoztatta meg fenn az embereket, és kérdeztem, hogy is a 94-es bétjelentést, vagy 2004-es bétjelentést adták az ügyfeleknek. Mi biztos minden tájékoztatást adottak. Nem a biztos minden. A 2004-es bétjelentést odarakták az ügyfél elé. Az se tudta mi az. Hát jó, mert semmi baj, hallod? De gyerek, a biztonsági úr úgy beszélt, hallod? Megnyomta a pánikrombot, hallod? Erősített törzséget hoztak, most hívtak ezt a pirosat. Erősített törzséget. Szárasztónak nedves partján bányász még a kurutyot, senge alatt a magyar nép adósságban fuldokot. Bankár, jaj neked, elszámolunk te vele! Bankár, jaj neked, elszámolunk te vele! Pedig rában nyilván bankot fosztom a tóhagyáron, elvetel az otthonunkat, lehúztam a gatyákat. Bankár, jaj neked, add vissza a pénzemet! Bankár, jaj neked, add a szlófán a helyet! Lógni fogtok! Lógni fogtok! Gyors, te jössz! Rongi fosztó! Mondd el nyugodtan hangot! Na, ez jó! Hangos! A Laci kérje a hangos! Ilyen telene fotójában! Itt az Elegerszeg, itt az élő példája, hogy itt áll a hölgy mellettem Dániából, és ő azt mondta az előbb nekem, hogy ugyanez folyik Dániába is. Ugyanígy beletették az embereket, ugyanígy kiadták a hiteleket svájci frankba, és most vannak emberek Dániában is, akik már képtelnek fizetni. Igen. És ugyanúgy veszítik el a házaikat, az otthonaikat, ahogy mi. Tehát... Thank you very much! Have a nice day! Tehát... Egyszerűen nem tudsz úgy elmenni az utcán, hogyha egy kicsit beszélsz angolul, vagy más nyelven, és megkérdezik, hogy mi ez a felfordulás, vagy mi ez a tüntetés, és elmondjuk, akkor azt mondják, hogy jé, itt is ez van. Ha nálunk is ez van, akkor kérdezem én, hol az igazság? Hát itt van nálunk. Itt van nálunk az igazság. Na, köszönöm szépen. Ezért kell ezt globálisan megoldani, mert nem csak Magyarországon, hanem példát mutathatunk a világ más országainak is azzal, hogy kiállunk, és megint csak elmondom, hogy mennyire büszkék vagyunk a Nemadón fel Zalaegerszeg csoportra, hogy ezt így csináljátok folyamatosan, hiszen most a világhírűek lettetek, ők elviszik a híreteket Dániába is, hogy itt bizony ugyanaz van, itt viszont kiállnak az emberek az érdekeikért, nem úgy, mint ott, vagy nem tudjuk, hogy ott tartanak-e tüntetéseket, de akár fel is lehetjük velük a kapcsolatokat. Most alakul egyébként egy osztrák kapcsolatunk is, ahol Ausztriában is ugyanígy a svájci frankos hitelek ellen van egy csapat, aki fellép és kőkeményen harcol, és lehet, hogy valamelyik tüntetésük el is fognak jönni, tehát az is kezd alakulni. Úgyhogy szépen kijutunk mi ebből a szarból. A bankárok egy pici bolhaszarnyi kis kupac, tehát ők a bankárok és a pénzhatalom és a politikusok, akik uralkodnak az egész világon, az összes emberen, és olyan szépen uralkodnak, hogy gyakorlatilag álomban tartják őket, és sokan nem is tudják, hogy ez történik velük. Hát erre jók ezek a demonstrációk, felhívjuk a figyelmet, és kikényszerítsük a bankároknál azt, hogy mondják el, hogy átverték az embereket. Nekünk csak ennyi kell, tömegesen álljanak be a kényfeltárás mögé, nem mondtuk el a kockázatokat, nem mondtuk el, hogy duplája háromszorosan is lehet a tömlesztő részleg, az már nem is olyan érdekel minket, hogy miért nem mondta el az ügyintéző, de nyugodtan hivatkozhat arra, hogy azért, mert ő sem tudta. Hát ha nem tudta, akkor hogy mondta volna el? De hát az ő főnöke hibás, illetve az ő főnöke, ő se tudta. Ha ő főnöke, aki szintén nem tudta, akkor már is eljutunk ahhoz a nagyon kevés emberhez, aki az egész osztogatást csinálja, és őket pedig együtt
bizony rá kell lógatni az akasztófára, mert hogy biztos, hogy lesz olyan ember, akinél elszakad, aki nem csak bemegy majd egy bankba egyedül ketten vagy valahányan, hanem bemegy és lövöldözni fog, gyújtogatni fog, vagy egész egyszerűen kitekeri valakinek a nyakát. Hát ezt nem kellene megvárni, erről beszélünk most már hosszú ideje, hogy nem kellene megvárni, amíg addig elfajul a dolog, hogy bizony itt nyakkitekerés, roppantás, ugye, ami már volt is, és gyújtogatás történjen. Úgyhogy ezért vagyunk, szerintem, Teta, megyünk egy következő bankhoz, ugye? Timi, bocsánat! Jó, Timi, hol van? Azért még, ha még itt vagyunk egy picit, még annyit elmondanák, az ügyintézőt megkérdeztem, hogy ő megfelelően tájékoztatta el az ügyfeleket, mert ő régebben, most már ugye nem adnak devizahitelt, de régebben devizahitelt nyújtottak és tájékoztatta az ügyfeleket, és kérdeztem, hogy kedves ügyintéző, ön levizsgázott 100%-osra mindent tudott, azt mondta, hogy hát én sem vagyok 100%-os ember, tehát nem. Tehát ő kimondta, hogy ő sem vizsgázott le 100%-ra, és hogyha ő csak 90%-ra vizsgázott, akkor valamilyen dolgot nem mondott el, mert ő se tanulta meg az oktatáson, és így valamilyen módon, valamilyen részletet nem mondott el az ügyfélnek, ezáltal lehet, hogy az ügyfél nem vette volna föl ezt a hitelt. A másik megkérdeztem, hogy a 2004-es bétjelentést odaadták az ügyfélnek. Kikerült-e a válasz? Azt mondta, hogy minden megfelelő tájékoztatást kaptak az ügyfélnek. Mondtam, jó, ezt hagyjuk. Én a 2004-es bétjelentést kérdezem, hogy azt odaadták-e. Hát ő ezt így nem tudja, de minden megfelelő tájékoztatást adtak. Tehát köztőszalat általánosít, és én mondtam, hogy akkor ezt adja írásban, hogy minden tájékoztatást köztük a 2004-es bétjelentést is odaadták az ügyfélnek. Erre nem volt hajlandó írásban adni nekünk ezt. Úgyhogy itt Zalaegerszegen is azt tudom mondani, minden zalaegerszegi KSH-ban hiteles nyugodtan mehet a bíróságra, nyugodtan megtámadhatja ezt a pontot a bíróságon, nem tájékoztatták az ügyfeleket megfelelően, márpedig ha nem tájékoztatták az ügyfeleket megfelelően, akkor törvénysértést követtek el, és ebből kifolyólag a szerződése sem is. Ide kirattunk az ablakra, hogy elmegyünk, Szegedváros, Békés Csaba, Szolnok, és budapesti bírósági ítéletek első oldalát, vannak nyertes szerek, amit már megítéltek ezen bankjelen is. Úgyhogy köszönöm, gondoljunk tovább. Hajrá! Hajrá! Akkor te csak, indulj!